idegesít fel, hogy ezt a gyönyörű szép helyet is teledobják szeméttel és mindennel. Eldobnak az emberek bármit. Az iskolával és baráti társasággal is szoktunk szemetet szedni együtt. Nemrég olvastam a neten egy cikket, amely a műanyagokat helyettesítő algapalackról szólt. Olvastam egy lányról is, aki 2 év alatt mindössze 1 befőttes üvegnyi szemetet termel. Talán ez lenne a megoldás. Hogy mire is? A műanyag palackok lebomlási ideje 1 és 2 millió évet vesz igénybe, míg a műanyag szatyor 200 és 1000 évet, a gumicsizma 50 és 80 évet. Mindenkihez szólunk. Olyan világban szeretnénk élni, ahol nem palackból kell szívni a tiszta levegőt, a csapból vizet ihatok, ha sétálok az erdőben szedret ehetek, és felnőttként is fürödhetek a Balatonban. Ezzel a filmmel szeretnénk gyerekek és felnőttek figyelmét felhívni a szelektív hulladékgyűjtés és az újrahasznosítás fontosságára. A PET palackokból szinte bármit elkészíthetünk, úgy, ahogy a boglári gyerekek is tették. Szeretnénk, ha megóvnánk környezetünket, és vissza tudnánk adni unokáinknak, hisz tőlük kaptuk. Eper vagyok az Örkén Színházból. Azt akarom nektek üzenni, hogy vigyázzatok a jövőnkre, a jövőtökre. Ne lejjétek meg a gyerekeket és a felnőtteket. Senki ne szemeteljen, mindenki sportoljon, és mindenkit beszéltek le a cigiről.